Árbogás Gyula a Hubertus kereszt aranyfokozata kitüntetését veheti át. Ő 10 éve keresztül töltötte be a Gazdavadász Társaság vadászmesteri tisztségét, a rendezvényeinek egyik fő szervezője mai napig. Sokat tesz a vadászok és földtulajdonosok közötti jó viszony ápolásáért, élen jár a vadászkultúra bemutatásában. A kitüntetését Szabó Loránd polgármester adja át. Lényeiből mindig kiveszi a részét a fiatal vadászoknak mértéktartásból és vadászetikából mutat jó példát. Sokat tesz a vadászati hagyományok ápolásáért. Munkaköréből is adódóan kiemelkedő elkötelezettsége van az orvvadászat elleni küzdelemben. A kitüntetést Szabó Loránd polgármester adja át. Most pedig a Hubertus Szentmise következik. Felkérném Utas Attilát és Jánoska Vincét a Szentmise celebrálására. Mindenképpen egybe tartja a közösséget, akkor is, ha kicsit melegebb van a sátor alatt. Nagy szeretettel köszöntöm a zenész barátaimat, testvéreimet. Ők fognak a Szentmisén közreműködni zeneszolgálattal. Köszöntöm Istvánka Vince atyát, Atalai plébános urat, aki a homiliát, a szentbeszédet fogja tartani. Jó magam pedig Utas Attila vagyok, Dombóváron a plébános, és nagy örömmel és szeretettel vagyunk itt a vadásznapon. Hubertus név az azt jelenti, hogy csodálatos elme. Csodálatos elme. Ugye tudjátok talán a történetét, egy elég elkényeztetett úrigyerek volt, és az egyik vadászatkor nagypénteken, húsvét előtt nagypénteken a vadászaton megjelent egy szarvas, és a szarva között egy kereszt volt. Hát ez a hagyomány, és ebben a pillanatban, amikor ez a találkozás megtörtént, akkor Hubertusban megfogalmazódott, hogy meg kell változtatnom az életemet. Így szól az Úr, kiveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek, az én népem lesztek, én meg a ti istenetek lesztek. Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségtek van. Ezért ti is elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról, a mának elég a maga baja. Ezek az evangélium igény. Kedves testvéreim, minden reggel Afrikában, amikor egy gazella felébred, tudja, hogy gyorsabban kell futnia, mint a leggyorsabb oroszlán, vagy pedig megeszik. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Most felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Thank you.
De úgy, hogy az ilyen látszat meg legyen. És tudod, mi lesz a címe? Mi? Az elnök és trófeái. Na, azt majd fogod megszívni rendesen. Majd, de azért látszódj a trófeai. Igen. Már a Józsi az haver. Igen. Nagyon gyönyörűek vagy. Te vagy köztük a legszebb, mondhatnám. Ja, tudom, én foglalkozom, mert most nincs fel a fogam, persze.
viselnek. A mennyesség hozzá egyszer gyöngyöznek, hímze kötény 5-6 pénkő alája. Így mennek ki vasárnap az utcán. Mennyasszony, holnap asszony, holnap után komám asszony. Felszántatom, felszántatom az Aranyi fő utcán. Beteg vele, beteg vele, piros pünkös dirózsát. Az a föld, fekete föld, piros rózsát teremnek. Minden szőke, de barna legény, csak elmegyek az atalai vasútállomásra. Jegyet váltok, felülök a harmadik osztályra. Megkérem a masinisztát, sehogy vigyen el odáig. Vigyen el a kis angyalom rácsos rezes kapujáig. Megkérem a masinisztát, sehogy vigyen el odáig. Vigyen el a kis angyalom rácsos kapujáig. Sűrűsülden asszony! Délután háromra lesz belőle valami! Come on.
Ahol igazából fajtától függetlenül részt vehet mindenféle szemmel, nagy sebességgel. Ez azt jelenti, hogy ezen a körön nagy lendülettel szeretné birtokba venni ezt a nyilat. Mind a két kutya helyben maradt. Igen. Tanításkor pont ezt nem szabad csinálni, mert a kutya mindenkor föl fog kelni. Ez már egy érett kutyával lehet, de tanításkor ez nem a legjobb. Vissza kell menni a kutyához, és úgy kell akár pórázra venni, megdicsérni. Az egész munka alatt a kutya pórázon van, mind a két kutyát kérem pórázra venni. Igaza van, mert ott a pályán nagyon meleg van. Azért a hűsbe sokkal jó. Soha nem indulunk el, mielőtt a kutya föl nem veszi. Én mindig a szememmel figyelem, hogy hol a kutya. Mert minden mozdulatánál segíteni tudom, hogy elhozza. Természetesen el lehet mozdulni, de lássuk a kutyát, hogy ne kövessen el a hibát. Kérem, itt egy vezetőedző van. Lépegethet már hátra, le fogja tenni. Amikor már majdnem bent van, akkor jó, vegyük el tőle, ha lehet. Szépen.
nagyon szépen, tehát most a kutya emlékképekből épít, hát nem olyan süket, az előzőt látta, hogy körülbelül annál abból a bokorból vettek ki egy nyulat, hála Istennek, de az órát is használta, nem csak a fejét. Azt meg külön kell díjazni, hogyha egy kutya az emlékképei alapján gondolkodik. Ez az, nézzük meg, szépen megcsinálta. Tudni kell, hogy a kutya még életébe szörmés vadat nem hozott. Ez az első alkalom. Kérem, föl a nyulat, menjünk oda! Tehát itt is ugyanaz, mint a fácánnál, szépen be kell hozni. Tudom, hogy ez most hogy fog sikerülni, mert a körülmények azért lehet. A körülmények azért nem ideálisak, mert ez a kutya inkább hidegtűrő, mint melegtűrő kutya. Németországban tenyésztették ki, jobban szereti a havat, megkeresi a rálövés helyét, talál vér, reméljük általában, vagy egy-két szűrt, amit a golyó, a lövedék kivágott a vadnak a testéből. Ha szerencséje van, akkor még a lábnyomát is, hogy már-e indult el. De ha ő nem tudja, a kutya akkor is tudni fogja. Egységes döntéssel meghozta a döntést. Egyébként a válogatásnál is abban teljes mértékben szinkronban voltunk, hogy ha ez a három kutya legyen kiválasztva. Az első, ugye nem vagyok asztalos, akkor ez egy biztos. A Fox Terrier. Az érmet átadja Stemmler József úr. A rövidszőrű német vizsla. Azt nem tudom, hogy hol vannak a népviseletbe öltözött lányok. Azok már elfáradtak, elmentek. Harmadik helyezettje a rövidszőrű magyar vizsla. Tudtam, hogy ötteinnel ott volt a lesz előtt, megcsinálta magának a végőklapszot, a végőhelyet, egy 200 négyzetméteres hely, amit teljesen letarolt magának. A szőrrel meg bőrrel ez itt volt egy sor. Igazából nem így áll, meg így áll, szóval a súlyvéget le is húzta. Hanem a tő az a szétáll. Igazából, és az, hogy ez egy kulminációs korban lévő bika, ez senki nem mondta, fölötti, tíz, nem, ez 10 éves bikáról. De most tíz, az a rész, ahol el lehet dönteni a kort. Igazából az élő vitában az agancstúl, ami meghatározza, mert hogyha a teménységem van lefele ugye az a fordított V-alak, hanem ha ez így van, vagy párhuzamos, akkor fiatalra lesz. Hoppa!
Látszik, hogy hogy ellenkezik, mennyire rossz neki. Marról lettük sötétbe. Hát így csanyargottak. Mint ahogy a biológia törvényei megkövetelik, a fiúk türelmetlenek a lányok irányában, és tulajdonképpen nagyon meg sem várja a kismadára a hívást. Mint meg annyi kamasz legény várja a jutalmat a hölgytől. Nagyon emberi logikához hasonlóan, ezért nagyon észlékenyek. Látom. Egy kis türelmet kérek a buszálja madárnak. Nagyon jó. Én álmodtam, hogy vigasztam, ez is húgok jövök lesz, ilyen Európa. Kérdés elég jövök. Afrikai út. Igen, az. Na majd, ha visszajön a fiú. Ja. Menjen a szolgára. Tessék, Zsákban. Ja, most ő ment el, majd visszajön. Igen, visszajön. Hopp, visszajön. Köszönöm a szóljon, csak új oda. Hosszú, fekete haj. Sugár ez a csaj, túlságosan gézda, lomija meg visna, hosszú fekete haj. Sugár ez a csaj, túlságosan gézda, lomija meg is részek, te is részek, most mind részegek vagyunk. Csinálom a kedvet, csinálom a kedvet, jól érzem magam. Te nagyon szép voltam. Gyere ide!
Nem a mocskalom